Mentálisan is máshogyan kell majd készülnünk a románok elleni világban a kiselejtezőre, nyilatkozta Egervári Sándor szövetségi kapitány a zárt kapus FIFA büntetést követően. A szurkolói doppingról, a játékosok mentális felkészítéséről Faludi Viktória szakpszichológussal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Szervusz régebbről ismerjük Jó. egymást, úgyhogy ezért is a tegeződés. Nos, ugye ez egy érdekes kérdéskör lesz, elsősorban azért, mert azt gondolom, hogy Szilágyi Áron sikere kapcsán nagyon megismert egy ország a neved, és nagyon kedvesen szerint egyébként azt nyilatkozta több helyütt, hogy, hogy is örülsz annak, hogy icike picik, a aranypor azért rád is hullik ebből a sikerből, és hogy egy ez a fajta háttérsegítség nagyobb hangsúlyt kap, mint amit egyébként ugye a korábbiakban kapott sok kiváló pszichológusra beszélgettünk már itt ebben a stúdióban is, viszont, viszont az egy érdekes kérdés, és ezt kérdeztem, amíg így a hírek zajlottak, hogy mennyire van gyakorlatod, vagy esetleg egyáltalán mennyire jellemző, hogy egy csapat mellett ténykedik egy sporttal foglalkozó szakpszichológus, mert ugye hát azért áron teljesítménye feltétlenül egyéni eredmény, és nyilván más megközelítést igényel a kettő. Igen, szerencsére nagyon sok kollégám dolgozik ö, csapat mellett, ugye uh -huh. általam is ismertek a vízilabda csapat mellett dolgozó hölgy, illetve a női vízilabda csapat mellett dolgozó úr. Szerencsére egyre több ö, mentális felkészítőt használnak a csapatok is, és nem csak az egyéni sportban jelenik ez meg tulajdonképpen azt nyugodtan mondhatjuk, hogy akkor már az a fajta harc, ami a ti munkátokat illeti az elismeréséért, illetve a jelentőségére, azon már túl vagyunk, itt most ugye kifejezetten specifikus dolgokról kell majd beszélnünk. Igen, igen, ezen túl Nagyszerű. vagyunk. Egy picit akkor térjünk erre ki, ugye nem lehet ezt most százszerzalékosnak tekinteni, hiszen ugye azt tudjuk, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség még a megadott hatályi fellebezett a FIFA-hoz, tehát még ugye nem bírálták el ezt a kérdés, de ugye így kell készülnünk bizonyos szempontból, hogy ez egy zárt kapus mérkőzés lesz, még az egy sorsdöntő mérkőzés a magyar válogatott szempontjából. Most a jogi részeket nem érdemes azt gondolom vitatnunk, nem is ez a kérdés elsősorban, hanem beszéljünk valóban a dolog lélektanáról, hogy mit jelent, hogy egy olyan csapat számára, ami egy ellenfélet fogad oda-haza, mert nyilván az megint egy más vetület, amikor valaki utazik valahová, ez egy zárt kapus, zárt kapus, mérkőzése, és Igen. megint más, amikor hazai pályán fogad, hogy ez előtt egy másik csapatot egy sorsdöntő mérkőzésen, válogatott, nyilván ez egy egészen más dolog, nem lehet edzőmérkőzés hangulat, hiszen a tét az óriási, tehát nyilván valóban egy másfajta felkészülést is igényel, és ugye Egervári valóban tett ilyen nyilatkozatot, bár amikor ugye megjelent ennek egy picit az újraértelmezése, hogy ő pszichológus segítségét kérje, akkor, akkor úgy tűnt, hogy azt mondta, hogy nem, nem erről van szó, de hogy, de hogy más felkészülést igényel a dolog. Hát ez így van, bár ugye nem ismerem a, a csapatot, és egyére lebontva, meg pláne nem ismerem őket, az biztos, hogy annak, aki teljesítményszorongó, annak kifejezetten jól jön ez a helyzet különben. Mert hogy ahogy te is mondtad, hogy ennek lesz egy ilyen edzőmérkőzés hangulata, ami nyilván le, leszedi azt a tétszorongást, ami szokott lenni a versenyeken. Ez egy dolog. A másik kérdés, még nyilván ez pozitívunként a... Igen, én azt gondolom, hogy van, akinél ez pozitívum, van, akinél nem jelent majd előnyt az, hogy nincsen szurkoló közönség, hiszen azért nekik ez egy jó nagy doping lehetőség. Hogy a bevezetőben is hallottuk ezt a kifejezést. Igen, tehát hogy, hogy ez, ez mindenképpen fontos, hogy van, akinél jól jön, remélhetőleg ők majd húzni fogják a többieket. A másik, ami így lélektanilag nyilván fontos az, hogy, hogy ennek akkora Publicitása lett, hogy most mindenki ezzel foglalkozik, mm. hogy, hogy jaj szegények, jaj most mi lesz. Ez lehet egy nagy teher a számukra, uh -huh. hogy most a figyelem még jobban rájuk fókuszál, és ezáltal még jobban kellene teljesíteni, mert hogy itt aztán komoly összegekről is szó van. Hát itt ugye összességében, amit az mlsz hirtelen vett, mondjuk úgy költségvetésként számol, igen, tehát igen. most pillanatnyilag mindenképpen egy 150 milliós igen. kárról beszélnek, a, ugye ezért számoltak egy olyan 40 ezeres árbevételrel, elsősorban a jegyeladásokból, nem beszélve a közvetlen kárról, ami maga a büntetés, és meg sok minden már ugye akár a reklámértékesítés, és a többi, hát. és a többi. Tehát ezek, ezek összeadódnak, de azért összességében azt gondolom, hogy, ha most azt vesszük, hogy egy csapatnak egy tétmérkőzésen kell, annélkül a segítség nélkül, amit a szurkolók jelenléte, ugye szokták azt mondani, hogy bizonyos stadionokra meg pláne jellemző, ez bizonyos klubcsapatok mellett is, hogy a közönség szinte a 12. játékosnak minősíthető bizonyos szempontból, Hát ugye ez, itt, ez a faktor, ez mindenképpen elmarad. Úgyhogy hogy, hogy valóban milyenek az egyének személyisége, kit visel meg ez jobban, vagy ki az, akit ez, ez egy kicsit segíteni fog. Én azért azt gondolom, hogy nagy arányban ez inkább negatív hangulat, ugye, mint sem pozitív. Így van, és én mondjuk biztos, hogy kérnék segítséget uh -huh. ezzel kapcsolatban, mert hogy nagyon-nagyon sok mindent tud ebben egy szakember segíteni, hogy ez a csapat hogy legyen most összetartó. Ugye az a, az a címke is rájuk került, hogy hát Büntetésben vannak. Okay. És ez, ez Ami sem nyilván egy kellemes... nem. Nyilván persze nem a csapatnak szól, ugye? Ebben, ebben az rossz mindig, hogy a szürkolói egy Igen, lehet, hogy hát csoport... a csapat kapott büntetést. Igen, a csapat tehát, kapott büntetést. Végül is nem a szurkolókat nagyon nem lehet büntetni, mert inkább őket kellett volna. Okay. De de hogy mégiscsak rájuk kerül egy nagy, és, és valószínű, hogy a nemzetközi figyelem is rájuk fog fókuszálni emiatt. Nem tudom, hogy ez mennyit jelent, hogy közvetítés. Biztos lesz, vagy nem tudom, hogy ez, ez ilyenkor hogy szokott zajlani, de az, az biztos, hogy egy nagy-nagy lelki nyomás van az összes játékoson. Ha most Ugye, nem szem... is az egyénekről beszélünk, hanem mondjuk magáról a, a csapat, az szövetségi kapitány feladatairól, akkor akkor neki mondjuk ebből a székből lehet-e bármilyen tanácsot adni abban a tekintetben, hogy most a szakmai taktikai felkészítésen túl mit lehet a játékosoktól elvárni. Fontos-e ilyenkor, hogy egy, egy szövetségi kapitánynak úgymond legyen egy, egy minden eddiginél talán erősebb, meghosszabbított keze? én így szoktam hívni a csapatkapitányt, akiben a pályán nyilván a kapitányi karszalagot, azért egy picit másfajta hangsúlyokat is ki tud a játékosokból hozni. Tehát ebben a tekintetben kell -e ilyenkor a szokásosnál is egy erősebb kapocs? Én, én szerintem mindenképpen kellene. Tehát, hogy amit én, ami miatt én nyilván hozzájuk nyúlnék, az elsősorban ez a nagyon erős csapatkohézió. Erre most nagyon szükség van. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben nagyon össze kell tartani az összes játékosnak, és valahogy egymást búzdítani, tehát hogy ők biztos sokkal jobban ismerik egymást, még talán még többet kéne ezzel foglalkozni a lelki oldalával. Tehát, hogy, hogy az biztos, hogy ebből a székből azt üzenem, hogy ezzel igenis foglalkozni kéne egy ilyen helyzetben, mert hogy nagyon-nagyon sok sérülési lehetőség van. Itt most konkrétan nem feltétlenül a testi sérülésre gondolok, ha, hanem ha a lelkire. Lehet. Tehát, hogy ezzel mindenképpen kéne egyénileg is, illetve nagyon-nagyon sokat kéne őket most valahogy csapatban összehozni. Igen, nagyon. ugye említed a csapat kohéziót, és, és megint egy picit akkor visszakanyarodnék arra a nehéz feladatra, hogy, hogy egy egyént felkészíteni, egy egyéni feladatra nyilván az is egy nagyon nehéz dolog, de, de ennyiféle különböző mentalitású játékos, itt a mentalitás alatt természetesen nem azt kérdeződöm meg, nyilván mindegyik őjük profi a maga nevében, és, és tudjuk ez a szemlélet mit feltételez, de hát Hát azért azért különbözőek, más-más személyiségek. Mennyire lehet valóban nehéz feladat őket egy hullámhozra hozni? Tehát függetlenül attól tényleg, hogy kinek mondjuk személyébe hogyan csapódik le most ez az élmény, hogy zárt kapuk Hát az, hát az biztos, játszani. hogy a cél érdekében kéne most őket nagyon-nagyon egységesíteni, és hogyha közös a cél, akkor ugye a felszínen mindenféle személyiség boncolgatás nélkül a, arra a területre kéne fókuszálni, hogy ők hogy legyenek egy egység, és hogy tudják egymást buzdítani, hogy tudják egymást húzni, hogy tudják egymást segíteni. Tehát, hogy ez, ez azért egy kicsit felszínesebb, Ilyen szempontból, mintha egyénileg foglalkozik az ember bármelyik játékossal, nekem vannak focistáim, és tudom, hogy, hogy őket egyénileg is nagyon-nagyon hasznos, mert hogy, hogy a, a pályán ahhoz, hogy valaki maga biztosan szerepeljen, ahhoz, ahhoz muszáj valami mentális tréning. Ö, nagyon hiányolom különben azt, hogy így a, a csapattal közösen bármilyen elcsépelt szó ez, hogy csapatépítés, uh -huh. de hogy mindenképpen szükség van rá, hiszen ez egy olyan helyzet, amiben azért elég ritka, hál' Isten ritkán kerülnek a játékosok, és hogy valahogy ezt kezelni, tudni kell, ezt meg meg kell valahogy tanulniuk, vagy elő kell hozni azt a képességet, ami bennük van. Azon gondolkodtam, hogy vajon kire lehet ez adott esetben rossz Ugye azon profi válogatottjainkra, akik mondjuk Nyugat-Európában nagy játszanak, és hozzá vannak szokva a telt házastadionokhoz, tehát nekik ez szinte mondhatni, hogy egy ilyen, egy ilyen munkaköri kellék bizonyos szempontból, vagy esetleg azokra, akik mondjuk itthon azért mondjuk az MB egy közönségét figyelve értelemszerűen, ugye kevésbé vannak hozzászokva ehhez a nagy létszámhoz. Tehát amikor valami akinek egy tétmérkőzésen tulajdonképpen közönség nélkül kell nagyot bizonyítani, vagy kinek lehet nehezebb az alkalmazkodás? hogy látom? Hát Most így elsőre azt mondanám, hogy szerintem nekünk nézőknek. Lehet, hogy nekik nem is uh -huh. akkora probléma, mint amit mi, mi csinálunk belőle, róla? és uh -huh. mivel mi csinálunk belőle akkor hát nyilván nekik is lesz ebből problémájuk. Én azt gondolom különben erről, hogy, hogy persze egy profi játékosnak bármilyen szinten tudni kell játszani, bármilyen szintéren de, de hogy, hogy, amit az elején is említettem, hogy biztos, hogy nagyon fontos az a lelkesítő hangulat. Én, én mondom, hogy, hogy arra a részre mennék rá szakemberként, hogy, hogy tulajdonképpen minden egyes ilyen verseny egy befelé fordulást igényel. Tulajdonképpen van olyan játékos, aki biztos azt se veszi észre, hogy hányan vannak, aki? mert hogy annyira arra koncentrál, hogy hogy mi a terv. Ilyenkor a háttérhangok, a háttérzajok sem számítanak? Nem, ez egy teljesen más tudatállapot, Aha. nagyon sok esetben persze van, és hogy hogy bizonyos szelektív hallásnak kell lenni, hiszen azért az edző ne hangját kell a is, a... is meg kell, a, a csapattársakét is, de nagyon sok esetben ez ez egy akkora eufória, hogy igazán kizárható a környezet, uh -huh. tehát hogyha valami fontos ebben a, a mérkőzésben, ez, ez uh -huh. hogy ezt kéne valahogy erősíteni, a fiúban, hogy ez a belső tudatállapot, vagy ez az a belső munka, ez most kapjon nagyobb hangsúlyt, hiszen a külső környezettől nagyon sok lelkesítő szót nem fognak kapni. Így van, így van, így van. Nyilván gondolom, valóban jobban lehet meghalni az edzői utasításokat. Tehát ez a bizonyos hát csőlátás, ez ez csőhallás, ez, ez, fel fog erősödni. Lehet-e olyan hatás, hogy, hogy ez az egész dolog tekintettel arra, amit te is mondtál, ugye, hogy azért a média nagyon sokat foglalkozik most ezzel a kérdéssel. Szóba került ugye az, hogy azért ez, ez mekkora veszteség, hogy mennyire nagy mértékben sújtja ez a válogatottat és az esélyeinket. És tudjuk jól, hogy ennek a mérkőzésnek sorsdöntő jelentősége van valóban a világban, aki se lehet sejtezők kimenetelét tekintve. Előfordulhat egy olyan hatás, hogy ez mindez átfordul, tehát hogy csak, egy ilyen csak azért is hangulattá uh, alakul majd át a csapat szempontjából, tehát hogy most, ha már, már ilyen, uh, hogy is mondjam, erős uh, sérelem érte a csapatot, nevezzük ezt mondjuk ennek, vagy mondjuk ilyen hátrányból indulnak ekkora handicap akkor viszont, viszont, egy, egy abszolút felturbózott hangulatban, és egy csak azért is hevületben Játszanak Azt majd. gondolom, hogy erre kéne átfordítani. Tehát, hogy ezt is biztos, uh -huh. sőt, nem biztos, hanem tudom, hogy lehet gyakorolni, hogy, hogy ez ilyen mederbe terelődjön. Uh -huh. Igen, ez lenne igazán jól, hogy csak azért is, és hogy megmutatják, hogy így is lehet nyerni. Úgyhogy én innen ezt kívánom nekik, hogy Hát bízunk meg, hogy így lesz, illetve bekövetkezhet még esetleg egy fordulatban nagyon minimális esélyben, ugye, hogy a fellebezés miatt talán változik Igen. a döntés. Az megint egy más lélektani helyzet, ha úgy alakul, akkor nyilván arról is érdemes lesz megbeszélnünk. Hát, reméljük. De. Köszönöm szépen én a szakmai segítséget.